Nincs olyan magyarok lakta település vajdosságban, ahova a VMS vezetői nem jutottak, illetve jutnak el az önkormányzati választások kampánya során. Erről beszélt az SMR napindítójában dr. Pásztor Bálint. A Vajdasági Magyar Szövetség elnöke elmondta, összesen 303 helyen, illetve rendezvényen voltak, illetve lesznek ott a három hetes kampány során. Ilyen rövid idő alatt még soha senki egyik párt vagy lista képviselői sem jutottak el ennyi helyre. És a pártelnök az önkormányzatok nagy részét személyesen is felkereste, bár a szabadkai listán szerepel. A munkába az önkénteseket is bevonták, de nem hagyatkoztak csupán rájuk, mint mások. A politikusoknak is el kell menniük és személyesen elbeszélgetni a választókkal. Én azt látom, hogy a többi párt, illetve a többi lista ezt a részét kispórolja a dolognak, tolják maguk előtt az aktivistákat, ők személy szerint nem nagyon piszkolják be magukat a munkával, én meg büszke vagyok arra, hogy mi a Vajdasági Magyar Szövetségben mindannyian terepen vagyunk, és személyesen beszélgetünk az emberekkel. A VMS nem csak Zentán, Topolyán és Magyar Kanizsán, hanem Kishegyesen és Adán, Sőt, Szabadkán is győzni akar az önkormányzati választáson. Utóbbi városban prioritásként kezelik a városvédelmet, a történelmi városmag megúvását, továbbá a helyi közösségek egyforma fejlesztését, de Palicsra is külön odafigyelnek. Napokon belül régi fényében tündökölhet a víztorony, és más fejlesztési terveik is vannak, magyarázta dr. Pásztor Bálint. A bagolyvárat föl kellene újítani. Ez nekünk egy régi célkitűzésünk, és egy konkrét elképzelésünk is van. Egy vermes lajos és olimpiai múzeumot szeretnénk a Bagolyvárban létrehozni. Én azt gondolom, hogy ez egy párját ritkító ékszerdoboz lenne itt a környéken, úgyhogy ez a következő célkitűzés. Nem mindegy, hogy milyen vezetése lesz a magyarok lakta vajdasági településeknek. Ez a tétje az önkormányzati választásoknak. Hangsúlyozta a pártelnök. Az, hogy június másodika után kivezeti az önkormányzatainkat, azt mi döntjük el, választópolgárok. Az, hogy Magyar Kanizsának, Zentának, Topoljának marad-e VMS-es polgármestere, az rajtunk múlik. Dr. Pásztor Bálint Szabadkával kapcsolatban úgy fogalmazott, ha a lakosok azt szeretnék, hogy a városnak lokál patrióta polgármestere legyen, azt szeretnék, hogy Palics és a helyi közösségek fejlődjenek, és a város lelkülete, a régi épületek megmaradjanak, vasárnap a Vajdasági Magyar Szövetségre kell szavazni.